Zoli, ebben az esztendőben egy kicsit felgyorsultak az események a földi magyaró fajtáit körül, hiszen három fajtádat elismerte a minősítőintézet, és hát most elkezdtetek különféle feldolgozásokat is csinálni a magyaróval. Hát, hogy álltok ezzel? Igen, a fajta nemesítésen túl az volt az álom, hogy a termőföldtől az asztalig meg tudjuk valósítani a földi magyaró projektet az országban. Tehát a vetőmag előállítás után következő lépés a termelés követően pedig a kész terméknek az előállítása, a piacra vitele, és most a földi magyaró olajsajtolásba fogtunk bele. Miért pont olajat kezdtél el belőle csinálni? Erre találtam megfelelő partnert a Prokai Gábor személyében, aki hidegen sajtolt olajokkal foglalkozik Egerszalókon, és ő az, aki segítségünkre volt a próba gyártása, próba préselésekben. Prokai Gábor 1992 óta családi gazdálkodóként foglalkozik növénytermesztéssel Egerszalókon. Mindig is bővítgette gazdaságát, 2013-ban azonban úgy döntött, megpróbálkozik a feldolgozással is. Kezdetben csak napraforgó olajat állítottak elő, később a termékpaletta a szintén a gazdaságban megtermelt alapanyagokból gyártott tökmag és lemmagolajjal bővült. Dr. Balla Zoltán megkeresésére próbálták ki a földi magyaró olaj készítését. Hogy fogtatok hozzá, milyen technológiát alkalmaztok? Hát ugyanaz a technológiája, mint akár a napraforgónak vagy a lemmagnak, tehát egy csigás préssel préseltük. Hát az elején egy picit állígatni kellett, amire rájöttünk, hogy mi az optimális neki, de hál' Istennek sikerült. Na, elég jó olajtartalma van, tehát azért egy mázsából olyan 40-43 litert ki lehet belőle nyerni. Ez hideg sajtolás, tehát ez azt jelenti, hogy nem éri el a 40-45 fokot az olaj hőmérséklete, ezért nem károsodik az olaj, tehát minden vitamin, minden ásványi anyag benne marad. A földi mogyoró olaj a próbasajtolás során kétféle változatban készült, pirítatlan és a karakteresebb íztadó pirított alapanyagból. Kedvező élettani tulajdonságai és beltartalmi értékei miatt mind sütéshez, mind salátákhoz kiválóan alkalmazható. A próbasajtoláshoz a zákányszéki Kővári Róbert terményét használták fel, aki a magyarországi magyarótermesztés egyik úttörője. Idén 4 hektáron termeltünk, dupla sorba raktuk, így ugyanazt a termelés mennyiséget kevesebb földterületen tudtuk most idén előállítani. Hogy bírta a földi magyaró ezt a rettenetes nagy meleget és az aszályt? Szerencsénk van, ugye a földi magyaró nagyon szereti a meleget, szerencsére elég jól bírta, locsolni tudtuk, és tudtuk kondícióba tartani lomtrágyákkal. Hogyan gondoltad bevezetni a magyaró olajat a piacon? Ugye mindig az volt a cél, hogy felesleg nélkül tudjunk termelni. Tehát, hogy ami marad, azt el tudjuk adni, még akkor is, hogyha amit már nem tudunk eladni pirítva. És úgy gondolom, hogy aki már pirítva vásárol tőlünk, így felkelthetjük az érdeklődését, hogy olajat is vigyen, és próbálja ki a saját konyhájába. Mik a további terveid a magyaróval? A következő lépés egy sajt kipróbálása, A2-es minőségű tejből fogunk készíteni földi magyarós, földi magyaró fokhagymás füstölt és füstöletlen gomolya sajtokat. Térjünk vissza a vetőmagra, ugye három fajtádat ismerték el, és ez azt jelenti, hogy minősített vetőmagot fogtok tudni a termelők, a fogyasztók részére biztosítani. Hogyan álltok ezzel a fémzárolással? A betakarítások és a szemlék megtörténtek ugye a területen. Az érdeklődés óriási a termelők köréből, tehát rengeteg telefont, e-mailt kapunk, hogy mindenki vetőmagot szeretne, ki szeretné próbálni kisebb-nagyobb területen. Én mindenkinek azt szoktam mondani, hogy türelmet kérünk, van fémzárolásra jelentett tételünk, de ezt majd tavasszal tudjuk megmondani, hogy a saját területeink, amik növekedni fognak, sőt megduplázódnak, mennyit tudunk szabad piacra bocsájtani, mindenképpen lesz a piacon elérhető magyar nemesítésű, magyar földi magyaró vetőmag.